tartjuk egy térdénket, és megkérjük Rubent egy imádat. Kedves testvérek, hálásak lehetünk Istennek, hogy adott erőt, egészséget, és itt lehetünk az ő hajlékában, ahol sokszor éreztük az ő jelenlétét, megtapasztaltuk az ő szeretetét, jóságát, békéjét. És ez az a nap, amikor kapcsolatban lehetünk együtt, mint egy család Istennel. Mert a szombat az, amikor összegyűlhetünk, és Isten gazdag áldást ad a mi részünkre. Lehet, hogy otthon is esetleg eltelik a szombat, eltelne a szombat, mert eltelik. Ha Isten ad életet, erőt, egészséget, eltelik a szombat. De én úgy szeretem, hogy ha lehet, itt legyek Istennek házába. Na jó, hogy megtörténik, ugye, hogy esténként mindig nem tudunk itt lenni. Egy kicsi távolság. De mikor lehet, igyekszünk. Az estődő órában szeretnék foglalkozni együtt Istennek igéjéből a Máté evangélium a 17. fejezetével. 17. fejezetének egy bizonyos részével. Amikor Jézus ment a tanítványaival, tehát a megdicsőülés hegye előtti történetekre akart rávilágítani, és elindult a tanítványaival, mentek, és hogyha visszatekintünk a 16. fejezetre, a 13 verstől kezdve, ott egy pár vers, amikor Jézus próbálja a tanítványaitól véleményt kérni, hogy őtet kinek mondják az emberek. És kap választ is. Mert itten megemlíti, hogy némelyek kinek mondják, Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, Jeremiásnak, vagy a proféták közül egynek. De ha tovább megyünk, következő versben Jézus megkérdi a tanítványait is. Ti kinek mondatok engem? És ki az, aki mondjuk, hogy közelebb érezte magát Jézushoz, de lehetőleg mindig a válaszokban ő volt az első. Ki az az? Ismerjük, hogy Péter. Péter az, aki hamarabb szól, hamarabb gondolkozik, hamarabb válaszol. Mindenre igyekszik, hogy hamar adjon választ. És itten
Azt mondja Péter, ugye, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És erre azt mondja Jézus, hogy boldog vagy te, Simon. És Simon erre még egy kicsit lelkesedik is. Hogy hát boldog vagy te, Simon. És még azután kap egy megbízatást is. És az a megbízatás pedig az, hogy a 19. versben, ugye, hogy néked adom a mennyországnak kulcsait. Na most itten lehet, hogy még egy kicsit több erőt kapott, mert mikor, röviden megemlítem, hogy mikor Noé is készítette a bárkát, csinálta, ugye 120 év telt el. Igen, de az ajtó bezárat ott. És azt mondták Noénak, hogy nyisd ki. Igen, de nem Noé zárta be. Hát lehet Péter is örvendett, hogy na hát most már megkapja a kulcsot. Na, ha megyünk tovább, a következő vers, a 21 verstől, akkor itt azt mondja, hogy Jézus, mikor jelent tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell menni, és sokat kell szenvedni a vénektől, főpapoktól, írástudottól. Akkor itt újra Péterrel találkozik, leghamarabb a Péter szavaival, mert Péter előtör szólván, és mondanéki, Mester, tehát Isten, Uram, mentsen Isten, Uram, nem eshetik meg ez rajtad. És mit felel Jézus? Bántásomra vagy nékem, mert te nem az Isten dolgaira gondolsz, hanem mint ember úgy gondolkozol. Megtörténhetik ez is velünk, hogy hamar válaszolunk valamire. Nem gondoljuk meg, nem tekintünk előre. És ha most átmegyünk a 17. fejezetre, ottan azt mondja, hogy és 6 nap múlva magához vevé Jézus Pétert, Jakabot, Jánost és annak testvérét. És felvivé őket egymagukban a hegyre. És eltávozik tőlük. Újra csak ők maradtak, és ők mennek hárman Jézussal. És ott van Péter, megint ő adja a gyors választ, mikor együtt vannak Jézussal, jól érzik magukat, és mit mondott Péter? Építsünk 3 hajlékot. Milyen jó itt lenni. Tehát láthassuk, hogy mind a 3 alkalommal Péter az, aki hamarabb felel. És itt azt mondja, hogy mikor ő még beszél vala az 5. versben, ímé fényes felhő borítá be őket, és ímé szőzotlön a mennyből mondva. Ez az én szerelmes fiam, aki benne gyönyörködöm, és őt hallgassátok. Tehát szükség, hogy állandó kapcsolatban legyünk Jézussal, és tanulmányozzuk az ő ígéjét. És itt szeretnék ugyan Vágy testvérnő írataiból is idézni, és a Szentírásból, Krisztus, csak is Krisztus. Egy rövid felolvasás. A Bibliában található írások java része az Úr Jézus mutatja be megváltásunk végét,
kért végzett munkája közepette. Legszebbike talán az, amely a megdicsőülés hegyén történtekről szól, ahol Péter, Jakab és János a menny dicsőségét pillanthatta meg. Péter ámulatban felkiáltott: Uram, jó nékünk itt lennünk, ha akarod, építsünk itt 3 hajlékot, neked egyet, Mózesnek és Illésnek is egyet. Amikor magához tértek, és szemeiket felemelik, senkit sem látának, hanem csak Jézust egyedül. Őt szemlével megértették, hogy minden más elveszítette fontosságát, ha vele vannak. Csak is Krisztus alakíthatja, változtathatja át őket. Az Úr Jézus szeretetének, jóságának, gondoskodásának egy másik példáját a János 21 fejezetében találjuk, ahol azokról a szívet hasító kérdésekről olvasunk. Simon, Jónának fia, szeretsz engem? 3-szor hangzott el a kérdés, és mindannyiszor a megbízatás is. Legeltest, legeltest és legeltest. Amint az Úr Jézus Péterrel tett, ugyanaz, amit velünk is tenni akar. Szeretné megérinteni szívünket. Megnyőzni, hogy nem a magunk elgondolásai szerint járjunk, hanem azon az ösvényen, amelyet ő jelölt ki nekünk. Hiszen e szavak után is Péter, amint megfordul és látja a másik tanítvány maga mögött, azt a kérdést teszi fel: Uram, ez pedig mind lészen? Mondanéki Jézus: ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá? Te kövess engem! Ma is szükséges megszilvelnünk ennek a párbeszédnek a tanulságait. Az elhivatás látomása annyira le kell, hogy kösse figyelmünket, hogy semmi más el ne vonhassa onnan. A bennünk lakozó bűnös indulat az, ami más irányba igyekszik terelni gondolatainkat, megoldandó kérdésekkel zavar meg. Ezektől akarta megtisztítani Péter lelkét az Úr Jézus, és ettől akar minket is megszabadítani. Ő hív, hogy kövessem, és minden egyéb más, harmad vagy hányad rendület. Nincs helye méregetésnek, mérlegelésnek, akadékoskodásnak. Nem Jánoson kell, hogy legyen szemünk, hanem Jézuson. Az, aki megértése óta le nem vette volna tekintetét a mennyei dicsőségről, aki csak Jézusra tudott tekinteni, és mindeneket úgy értékelt, ahogy Jézus értékelte. Nyugodtan mondhatta el élete és fáradozásai végén: ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, és a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr ama napon, az igazbíró, nem csak nékem, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Ez az üdvösség felé forduló sóvár tekintet nem veszi észre, hogy más méltatlan keresi Jézus társaságát, sem hogy mit csinál más, milyen más. Nem méregeti a maga kívánságait,
és érdemeit a másoknak osztott kegyelemhez, hanem elmerül abban a kegyelemben, amely az ő számára van felajánlva Jézusban. Ha mégis észrevesz másokat maga körül, akkor szereti a Jézushoz közeledőket, együtt örvendez velük, ha pedig nem közelednek elég gyorsan, akkor segítséget nyújt, nem bírál, nem irigykedik, nem féltékeny, nem lát igazságtalanságot az eljárásban. Pál apostol az igaz bírónak nevezi az Urat. Az ő dolga az emberek felett ítélkezni. Az Úr Jézus imádkozott azokért, akik külső vagy belső nehézségekkel küzdöttek. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. János 17:15. Ha a testvérek hibáin függ szemünk, akkor mindegyre távolodunk a gyülekezettől, vagy az önigazultságból építünk gyülekezetet egyedül magunk számára. Akik elhagyják a gyülekezetet, azok rég elfordultak Jézustól, és a testvéreik hibáin gyötrődnek. Mennyi igaz van az illetett szavakban, amikor azt olvassuk, hogy az egyház úgy gyöngén, hibákkal telve, feddésre, intésre, tanításra szorulva mégis az egyetlen célpont, amely felé Isten leghőbb figyelme irányul. Ennek megértése céljából mondta az Úr Jézus a búza és a konkoly példázatát. A szolgák mondának néki, akarod-e, hogy elmenjünk, összegyűjtsük azokat? Ő pedig mondta, nem, szemünk ne a kitépni valókon legyen, hanem azon, akikhez a gyengékért rebegett imákat küldik. Megharagudnánk-e, ha az Úr az ő szemük előtt rejtett munkálkodása révén olyant is üdvözítene, akit mi teljesen méltatlannak ítélnénk? Legjobb, ha megismételjük a 139 Zsoltárs záró imáját. Mit mond itten? Azt mondja a Zsoltárs, hogy vizsgálj meg engem. Valóban elmondhatom, szükség a mérlegelés, a vizsgálat. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat, és lásd, ha van valami a gonoszságnak valamely útja. Vezérelj engem az igazság, az örökké valóság útján. Tehát azt mondja a Zsoltáros, vizsgálj meg engem, Uram. Figyeljünk meg itten 5 pontot. Milyen tanács szól a részünkre? Kérjük az Úr Jézust, hogy segítsen meglátnunk az ő dicsőségét most és egykor. Azt mondja, hogy most és egykor. Kérjünk új szívet, amely ő benne gyönyörködik.
olyan szívet adjon, amely ő benne gyönyörködik, és elfoglalja a mi szívünket is, hogy azokról gondolkodjunk, amely kedves Isten előtt. Óvjon meg a hibakeresés bűnétől és az szívtelen bírálgatástól. Ne egymást bíráljuk, hanem igyekezzünk állandó kapcsolatban lenni Istennel, és békében tudjunk élni. Tanítson meg sírni a gyengékért. És az utolsó pont azt mondja, adjon hitet, hogy az ő egyházát megtisztítja, hogy ő az ő egyházát megtisztítja, és dicsőségben állítja az Atya elé. Segítsen az Úr, hogy át tudjunk formálódni, és egy tiszta szívhez szívet formáljon belőlünk, bennünk levő szívet formálja át, megtisztítson minden oly dologtól, amely eltávolítana Istentől, és meg tudjunk állni Isten előtt az ő dicsőségében, mikor el fog jönni az ő kegyelméből. Zárjuk szombat is estél Isten tiszteletünket, és énekeljük a 404-es. 409, egy kicsit nagyon hallok, elnézést kérek. 409. Oh.
Szerető Atyánk, áldva dicsőítve legyen szent és nagy neved, jóságot, kegyelmet, szeretetedért, amelyen velünk voltál. Köszönjük, hogy tanítottál a te ígédből. Köszönjük, hogy mindig tanácsolsz, vezetsz bennünket, velünk vagy, ami közeledünk te hozzád. Meghallgatod a mi imáinkat, és segítségünkre vagy bármikor, ha bízunk benned. Áld meg népedet világszerte, áld meg, akik szeretnének itt lenni velünk, betegség vagy másoknál fogva nem tudtak itt lenni, küldj áldást mindenhol néped számára. Légy velünk az éj sötétjében is, őrködj felettünk, segíts, hogy holnapi napra is erőben, egészségben felíradva te néked tudjunk szolgálni. Bocsáss meg mindazt, amivel megbántottunk téged. Nem voltunk elég hűségesek te hozzád. Segíts, hogy bízni tudjunk benned. Mindenkor kapcsolatban legyünk te veled. A te békéd, szereteted, áldásod legyen velünk. És tégy többet kéréseinknél. Te tudod, mi válik javunkra. Add meg ingyen kegyelmedből. Jézusunk nevében kérünk. Amen.